A C-vitaminről szerintem már mindenki hallott, mert ez az a vitamin, amit a legtöbb ember szed. De vajon mi történik, ha külsőleg tesszük fel? Hogyan hat a kozmetikumokban? Hogyan hat a bőrre egyáltalán? Hat a bőrre, ha belülről szedjük? És miért is nagyon jó a C-vitamin a bőrünknek? Erre kaphattok most majd választ. Sziasztok, én Tajti Ildi vagyok, enyém a Tindigo bőrápolási márka, és bőrápolási tanácsadóként dolgozom. Mostanában elsősorban online, de ha vége van a járványnak, és ti már akkor néztek, akkor biztos lesz már újra személyes konzultációm is. Illetve az online konzultációhoz most adok pénzvisszafizetési garanciát, ezt ne felejtsétek el, és éljetek vele bátran, és bátran próbáljátok ki. Ennyi volt a reklám, most meg térjünk rá, hogy miért is jó a C-vitamin. Az emberek azt gondolják, hogy a C-vitamint azt csak úgy beszedjük, akkor az jó lesz a bőrünknek is. Nem azt mondom, hogy nem lesz jó, mert alapvetően az antioxidánsok, azok jót tesznek a bőrünknek is, hiszen semlegesítik a káros szabadgyököket, de az orális C-vitamin, tehát hogy szájánát beszedjük, az nem ugyanaz lesz, mint a topikális C-vitamin, tehát hogyha helyileg használjuk őket. Ebben a videóban pedig arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk kiaknázni a C-vitaminnak, ennek a klasszikus, de a divatból soha ki nem menő összetevőnek az előnyeit, erről fogok ma beszélni. Azt mondom, hogy a C-vitamin az olyan, mint egy klasszik, a kedvencem, farmer, póló, kombó, de egy olyan igazán jó szabás, vagy mint egy klasszik, blues, ezek a dolgok soha nem mennek ki a divatból, vagy mint a kis fekete ruha. Ezért én imádom. Persze meg és megújul idővel mindig, de ez egy nagyon szuper összetevő a bőrápolásban. Nem egy új generációs összetevő, mint mondjuk most számos peptid, de pontosan ezért egészen biztosan tudjuk már, hogy hogy működik, milyen pH-n, milyen százalékban, milyen koncentrációban. És ez nagyon szuper, mert így biztosak lehetünk benne, hogyha egy jó minőségű C-vitaminos szérumot választunk, mint amilyen sok Tindigo termék is, akkor az tutira hatni fog és serkenteni fogja a kollagén termelést, ugyanis már rengetegen kutatták ezt a témát, és rengeteg szedi van róla fent egyébként a PubMed-en is, ahol nagyon sokat tájékozódom. A C-vitamin, vagyis aszkorbin sav, sok mindenre jó, ha egy megfelelően formulázott szérum formájában kerül a bőrünkre. Ilyen például az, hogy serkenti a kollagén termelést. Ez azért fontos, mert a kollagén tartja feszesen a bőrünket, mint oszlopok tartják feszesen a sátrat, mondjuk így. Ahogy öregszünk, egyre kevesebb és egyre rosszabb minőségű kollagénros termelődik a bőrünkben, úgyhogy én azt mondanám, hogy 25 éves kortól legkésőbb már érdemes C-vitaminos szérumot betenni a rutinunkba, ugyanis ez serkenteni fogja a kollagén termelést, és lassítja innentől kezdve a bőrünk öregedését. Nem fog hozzászokni a bőr, és nem lehet ilyen szempontból túl hamar elkezdeni. Sőt, a rájutások talaján mindig azt tudjuk csinálni, ha anti-agingről beszélünk, hogy lassítjuk ezt a folyamatot, hogy a bőrünk egyre rosszabb minőség, és egyre kevesebb kollagén rostot termel, hanem adunk neki egy kis ingert, hogy gyerünk, termeljed, értitek? Csop, ahogy mondanám. Itt az irodában, amikor a lányok nagyon elkényelmesednek, úgyhogy nézzük tovább, mit tud még a C-vitamin. Kiváló antioxidáns, semlegesíti a káros szabadgyököket. Ugye ez szuper dolog, de szerintem erről már azért mindenki hallott. Aztán mit tud még, hogy ne legyen ez egy 5 millió órás videó, bár most szerintem sokan jobban ráértek otthon, de nézzük. Folthalványító hatású is, ugyanis gátolja a melanin termelő sejtek tiroziráz aktivitását. Tehát magát ezt a folyamatot, hogy ott folt tudna keletkezni, így nagyon leegyszerűsítve ezt blokkolja. Úgyhogy nagyon jó nem csak ilyen nap okozta sötét barnás foltokra, hanem pattanás foltokra is egyébként kiváló tud lenni. Mondjuk ugye eleve a pattanásnál azt kell elkezdeni, hogy előzzük meg, hogy pattanásunk legyen, de ha sok pattanásunk van, akkor semmiképpen nem az a megoldás, hogy egyesével esetelgetjük őket, de ha néha-néha egyek kijön, akkor felgyorsítja ez a pattanás foltoknak az eltűnését. Na, sikerült kimondanom. Egyébként rakunk be nektek egy videót, ami ennek a témának a kapcsán készült, ide, és akkor ott meg tudjátok ezt nézni. Az aszkorbinsav hálózati antioxidáns, ami azt jelenti, hogy tovább fokozható a hatékonysága más antioxidánsokkal.
Mi a Shake and Shine szérumunkba ferulik savat, illetve E-vitamin tettük, ez a bizonyítottan a legjobb kombó egyébként ehhez, úgyhogy így a lehető legjobb anti-aginget kapjátok. 5-20% között hatékony, a miénkben 15% van, ez már nagyon-nagyon erős egyébként. Úgy kell használni, hogy körülbelül egy fél pipettányit felszívunk a tenyerünkbe, és de tök béna vagyok ilyen videós kivágásokban, úgyhogy ezt most nem illusztrálom. És amúgy azt szoktam javasolni, hogy ahelyett, hogy a szemetekbe így az arcotokra össze-vissza csöppentgetitek, inkább a tenyeretekbe tegyétek, nehogy a szemetekbe belecsöppenjen. Úgyhogy az aszkorbinsav nagyon savas pH-n működik, 3-3,5 közé szokták beállítani a jobb gyártók, mi is, és ez nagyon-nagyon tudja csípni a szemeteket, tehát, hogy nem fog szó szerint kifolyni a szemetek, de lehet azt érzitek majd, úgyhogy ne menjen a szemetekbe. Én így felszoktam ütögetni, hogy tep-tep-tep-tep-tep-tep. És ez körülbelül a nyakrajzi dekoltázsra is elég, azért javaslom, hogy legalább ennyit használjatok el, mert így fog körülbelül 3 hónap alatt elfogyni. Ugyanis az egyetlen hátránya a rengeteg szuper jó dolog mellett, aztán olyan, mint valami jó pasi, hogy ott is akármilyen szuper valamit fogsz találni, ami mégse stimmel. Szóval az az, hogy nem stabil, na tényleg elég bahasod valami jó pasihoz, tehát, hogy könnyen meginog, értitek? Nem, szóval a lényeg az, hogy hűtőben kell tartani, és akkor 3 hónapig áll el felbontás után, tényleg eddig áll el, és el kell használni ez idő alatt. Egyébként a gyártástól számított 1,5 évig áll el a miénk, de hát ezt meghosszabbítani nem igazán lehet, de hát C-vitaminos szérumból sose tankoljátok fel, egyet vegyetek, használjátok el, és amíg elhasználjátok a hűtőben, tartsátok reggel, rögtön ébredés után a legjobb egyébként C-vitaminos szérumokat használni. Van egy UV-védő hatásuk is, ami azt jelenti, hogy pontosan azért, mert segít semlegesíteni a káros szabadgyököket, ha esetleg valami kis sugárzás még ér titeket, akkor ez segít egy picit kivédeni, de nem azt jelenti, hogy fényvédő, tehát fényvédőt mindig minden reggel használtok ettől függetlenül. Szóval ez a hátrány miatt, illetve amiatt, hogy ez a nagyon savas pH, azért nagyon érzékeny valakinek a bőre, ezt tudja irritálni, hogy csípi, kipirosodik tőle, rozacások nem mindig jól tolerálják, ezért vannak egyéb C-vitamin származékok is. Viszont ami előnye még ennek a nagyon alacsony pH-nak, hogy bakteriosztatikus hatású, tehát gátolja a mikroorganizmusok felszaporodását, és ezért aknéra hajlamos bőrökre nagyon jó egyébként. Akinek aknéra hajlamos a bőre, ha nagyon patinás, akkor ez önmagában nem lesz megoldás, de nagyon jó annak, akinek van egy hajlam arra, hogy patinás legyen, itt-ott kijön egy, hogy egyrészt ez az alacsony pH-n nehezebben tudnak felszaporodni a kórokozók, másrészt ugye patinás foltokra, és ez a jó. De mi van, ha valakinek érzékenyebb bőre, nem akarja hűtőben tartani a szérumát, vagy ilyesmiről van szó? Akkor jönnek a képbe a származékok. Ma nagyon sok származék van, beteszek nektek egy linket a videó alá, ahol a többi származékról is tudtok olvasni, de nem akartam most egy órás videót csinálni. A magnézium aszkorbil foszfátnak az az előnye, hogy jóval magasabb pH-n stabil, ezért nem irritálja a bőrt. Ráadásul amúgy is sokkal stabilabb, nem kell hűtőben tartani, nem romlik meg könnyen, és nagyon fincsi, krémes formulákat tudunk vele létrehozni. Egyébként zsírban oldódik ez az összetevő, az aszkorbinsav meg ugye vízben. Tehát ez mivel zsírban oldódik, ezért nagyon szépen bele tudjuk tenni ilyen kis könnyed emulziós krémekbe. Az emulziós krém ugye azt jelenti, hogy egy zsíros fázis, meg egy vízes fázis, amit egy emulgáló összetart. Ilyen egyébként a hidratáló krémek azok ilyenek, hogy általában. Na most ilyenekben nagyon szépen be lehet varázsolni, és lehet csinálni egy szuper szérumot. Nekünk 3 termékünkben is van. Az egyik a Bright and Beautiful, ez 20%-ot tartalmaz. Ennek ellenére nem mondanám, hogy erősebb, mint a 15% C-vitamin tartalmú, aszkorbinsav tartalmú Shake and Shine szérumunk, ugyanis a bőrben át kell alakulnia a C-vitaminnál. Ez alatt egy picit veszít a hatékonyságából. Most ez olyan, hogy pont mennyit nem lehet megmondani, de emiatt a kettőt én úgy egyforma erősre satszolnám. A jótékony hatásai ugyanazok, kivéve, hogy mivel ez bőrbarát pH-n van, nincsen ilyen bakteriosztatikus hatása. De ugyanúgy jó arra, hogy a kollagén termelést fokozzuk, hogy antioxidáns hatása legyen, hogy folthalványító hatása legyen. A vásárlói vélemény szerint egyébként pattanásfoltokra a legjobb abszolút a Shake and Shine. Ez tényleg ti írtátok nekünk, úgyhogy ezt ezért mondom. De én szeretem a Bright and Beautiful-t, illetve a Proud and Ageless nagyon. A Proud and Ageless az egy nagyon különleges termékünk,
Ez egy face and body lotion, tehát arc és testápoló lotion, ami azért nagyon szuper, mert az anti-agingnek nem szabadna, hogy itt vége szakadjon. Ez egy nagyon nagy hiba, ezt már sok videómban elmondtam, hogy a testünkön mindenhol öregszik a bőr, ezért érdemes figyelni arra, hogy mindenhol adjuk meg neki azt a törődést és ápolást, amit megérdemel, anti-aging szempontból is, de valaki mindenhol nem is akarja, akkor legalább kézfejre, nyakra, dekoltázsra, amik kiemelten tudnak öregedni a napsugárzás és a környezeti hatások miatt, úgyhogy legalább ide kenjünk már bele egy kicsit. Akinek még nagyon ajánlom ezt a termékünket, azok kismamák, ugyanis tényleg nagyon jó bőrfeszesítése, de hát a legtöbb ilyen feszesítő testápoló az ég adt egy világon semmit nem csinál, nem seketnik a kollagén termelést, akkor mitől lenne feszesebb a bőr? Ez, most én nem is mondom neked, hogy egy bőrfeszesítő, mert ha valakinek megereszkedett a melle, vagy egy nagyobb fogyás után a hasa, a karja, akkor ez nem fog a plasztikai sebésszel felérni, de nagyon sokat tud abban segíteni, hogy a bőr rugalmas maradjon, és jobban viselje azt mondjuk, hogy tágul a hasad. Egyébként ez egy nyilván egy elméleti dolog, tehát ilyet nem mertem volna ígérni a termék kapcsán, de most ezt írta nekünk a hormonmentes Janka, aki majd májusra van kírva, ha jól tudom, tehát már nagyon nagy a pocia. Képzeld, már 1-2 hónapja a Praudent és lesz 7,5% C-vitamin származék tartalmú lotiont használom a pocimra, és valami csoda, jobb, mint az olaj, nem feszül a bőröm egyáltalán, szép, rugalmasnak érzem, és esküszöm, még halványodtak is a már meglévő csíkjaim, ahelyett, hogy pirosodnának, imádom. Szóval ennek nagyon örülök, mert utoljára elég tigris csíkos lett a Jankának a hasa, úgyhogy megkeresett engem, hogy mi lehetne jó, egyébként én vele már régóta kapcsolatban állok, úgyhogy nagyon örültem, hogy ezt írta, de nagyon sok jó véleményünk van egyébként a webshopban is már erről, amiket nem én írok, de majd ha egyszer lesz időm. Nincsen. Van még egy nagyon könnyű kis permetünk, a Gracious and Glamorous, amiben C-vitamin mellett egyéb antioxidánsok vannak, illetve magnézium-aszkorbil-foszfát, hogy pontosítsak most már, egyéb antioxidánsok is vannak. Ez egy ilyen könnyed permet, amit így fel tudtok fújni, de az is lehet, hogy tenyérbe fújjátok, és itt csak felütögetitek akár a pipettás szérumunkat. Ebben is nagyon magas a hatóanyagtartalom, gyakorlatilag felér egy szérummal, és nagyon szuper a bőrötöknek, mivel ez egy magas hatóanyagtartalmú permet, én nem javaslom, hogy smink fölé fújkáljátok feltétlenül, mert a felszívódás hát azt rontani fogja, és engedjétek, hogy ez a kis fincsiség jól bejusson a bőrötökbe. Illetve van még egy szemkörnyék ápoló szérumunk, és ezt szérumnak mondanám, mert nem hidratálja igazán a szemet, ezt azért csináltam meg így, mert nagyon sok ügyfelem volt, aki kifejezetten szemszérumot szeretett volna, ugye én már tartottam 1000 konzultációt, és ott mindig hallgatom, hogy mit szeretnétek, és nagyon sokszor volt kérdés, hogy legyen már egy szemkörnyék ápoló szérumom. Tehát nagyon sokaknak nem az a probléma, hogy száraz a szemkörnyéke, nem azért akarnak oda használni valamit, hanem azért, hogy adjanak oda egy extra törődést. Egyébként az összes többi C-vitaminos szérumunk is kenhető szemkörnyék köré, szóval ez nem egy ilyen muszáj, de nagyon jó kis extra. Ebben egyébként van egy új generációs peptid is, ami nagyon sokat tud segíteni a mimikai ráncoknál. Most nem azt mondom, hogy botox hatású, mert én ilyen hülyeségeket nem fogok mondani nektek, de kifejezetten nagyon jók a sztadik. A szemkörnyék ápolónk az abban nagyon különleges még, hogy van benne egy új generációs peptid komplex, a Rubixil, ami nagyon sok szerint elolvastam, mert befektettem ebbe az egyébként nagyon-nagyon drága, tényleg abba, szóval nagyon drága alapanyagba, és nagyon ígéretesek voltak a sztadik. Tehát mivel új generációs, itt nincsenek olyan tapasztalatok, mint a C-vitaminnál, de tényleg nagyon ígéretesek voltak a kutatások annak kapcsán, hogy segít mérsékelni a szarkalábakat, kifejezetten egyébként ilyen mimikai ráncokat. Én most nem fogom azt mondani, hogy ez botox hatású, de azért ezzel is sokat tehetünk azért, hogy a szemkörnyékünk minél tovább fiatalos maradjon. Viszont mondom, ha szárazabb is a szemkörnyéketek, akkor e fölön mindenképpen kellene hidratáló krémet is kenni, illetve a fényvédőelemről ne felejtsetek el a szemkörnyéketeken sem, és ehhez szuper szerintem a napszemüveg is. Tehát, hogy ez külön jó, és ha a napszemüveget húztok, akkor nem ráncoljátok össze a szemeteket úgyhogy már attól is kímélitek, hogy ráncosodjon a szemetek, mert sokaknak azért is ráncosodik a szeme, mert jól összeráncolják a szemüket, mikor a szemükbe süt a nap, és ezt ne csináljátok. Ennyi lett volna a legfontosabb tudnivaló most a C-vitaminról.
Ha van még kérdésetek, akkor írjatok bátran, belinkelem a többi C-vitaminos cikket, amiket a blogon megtaláltok, ott többféle C-vitamin származékról is írtam, ha valakit érdekel a bővebben a téma, mert ilyen igazi tudatos hardcore bőrápol, aminek mindig örülök, ők fognak még ott is szerintem újdonságokat találni. Hogyha tetszett nektek ez a videó, nyomatok egy thumbs up-ot, iratkozzatok fel a csatornámra, és kövessetek mindenképpen a Tindigom. Ezen túl most az a legújabb tervem, hogy minden héten lesz egy oktató videó is velem, live-on, teljesen ingyenesen, hogy ne unatkozzunk a járvány idején, én sem, még véletlenül se, és együtt tudunk ott tanulni, illetve tudtok tőlem tanulni, és nagyon izgalmas témákkal készülök, mint például anti-aging minden téren, mert azt imádom. Na, ennyi lett volna mára ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és találkozzunk a következőben. Sziasztok!